Csehország július és augusztus folyamán százezer lőszert küld Ukrajnának, jelentette be Jan Lipavski cseh külügyminiszter Brüsszelben. A csetárca vezető a tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően újságíróknak nyilatkozva közölte, ez idáig 18 ország csatlakozott a lőszerbeszerzésről szóló cseh kezdeményezéshez, az érintett országok közül pedig 15 már beváltotta ígéretét. Ez azt jelenti, van elég pénz ahhoz, hogy az év végéig félmillió lőszert szállítsanak Ukrajnának. Prága folytatja a jövőben is a pénzgyűjtést, hogy még több lőszert vásárolhasson Ukrajna számára, illetve azért, hogy a kezdeményezés 2025-ben is folytatódhasson.